Égnek a mécsesek Nyíregyházán az északi temetőben. Bár még csak két nap telt el Mindenszentek óta, a gyertyák lángja nem az ünnephez, hanem egy tragikus évfordulóhoz kapcsolódóan lobog. A 79 évvel ezelőtti őszt Nyíregyháza talán legtragikusabb évszaka volt. Szeptembertől a német-magyar egységek és a szovjet csapatok harcoltak a város elfoglalásáért. A szovjetek végül október 31-én foglalták el Nyíregyházát, majd kezdtek gyűjtő akcióba. Több mint 2000 munkaképes férfit hurcoltak el és vittek Málenki robotra, visszatérniük pedig csak nagyon keveseknek sikerült. Péntek délelőtt ezekről az áldozatokról emlékeztek meg a hozzátartozók és leszármazottak jelenlétében. Amikor az orosz csapatok elfoglalták, vagy a szovjet csapatok elfoglalták Nyíregyházát, akkor egyből összeszedték a lakosságot, tehát a kényszer munkatáborba, úgymond Málenki robotra vittek embereket, ezek az elhurcoltak, akikre most emlékszünk, és ez több ezres nagyságrend, pontos számunk nincs, de azt lehet mondani, hogy 2900-3000 embert érintett, nagyon sok nyíregyházi családot, és csak azért, mert ők nyíregyháziak voltak, tehát ők civil áldozatoknak tekinthetők, nagyon kevesen jöttek vissza a kényszermunkatáborból, és gyakorlatilag nekünk méltóképpen kell emlékezni, hiszen nagyon sok nyíregyházi család életét meghatározta, negatív irányba meghatározta az elhurcoltak története. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében hangsúlyozta, az elhurcoltak és családtagjaik úgy bűnhődtek, hogy semmilyen bűnt nem követtek el, ezért kell méltóképpen emlékezni rájuk minden évben. Értelmetlen veszteség és áldozat volt az övék. A 79 évvel ezelőtti novemberi eseményekről talán már egyre kevésebben emlékeznek meg, de a megörökített emlékek, a lágerekből írt levelek, versek és énekek, valamint a leszármazottak fájdalma, mindezekről még ma is tanúskodik. Nekünk a jelenben és a jövőben is az a feladatunk, hogy ezek a tragikus emberi sorsok, az e fajta emberi jogoknak a teljes megsértése soha ne merüljön feledésbe, szolgáljon példaként, hogy mindig ki kell állni az emberi méltóság védelme mellett. Az elhurcoltak emléke életünk része és felelősségünk, hogy örökre megőrizzük azt, és gondoskodjunk arról, hogy történeteiket továbbadjuk az utánunk következő nemzedékeknek is. A megemlékezésen a történelmi egyházak képviselői is megosztották együttérző gondolataikat a hozzátartozókkal, és imádkoztak az elhurcoltakért. A 2004-ben felállított emlékhelynél aztán a város önkormányzata nevében Kovács Ferenc polgármester helyezett el koszorút, majd Nyíregyháza országgyűlési képviselői és egyéb szervezetek képviselői is fejet hajtottak az áldozatok emlékműve előtt.